Csernel utca 10 szám alatt található egykori Festetics Csernel palota helyén két kisebb épület állt, amelyek a Nádasdy család birtokában voltak. Ezeket Kelc József a 18. században egyesítette, és később barokk rokokó stílusban átépítette. Gróf Festetics Imre, a Keszthely grófjaként ismert, a Georgikont megalapító Festetics György öccse 1802-ben vásárolta meg a palotát. Új szárnyat is kialakított, itt kapott helyet a ma is látható egykori lóistálló. Festetics juhokkal kísérletezve évtizedekkel Mendel előtt felfedezte az öröklés legfontosabb törvényeit, de mind a mai napig nem foglalta el az őt megillető helyet a tudománytörténetben. Arisztokrata létére kőszegi letelepedése után beilleszkedett a mindennapi életbe, a város valódi polgárává vált. Házasság révén került a Csernel család tulajdonába a palota. Festetics Imre Mária nevű lányát a város első történetírója, egyben az utca névadója, Csernel Kálmán vette feleségül. Így került a Csernelek birtokába az épület. Kálmánt a fia, Csernel István, a híres ornitológus, a síjelés magyarországi meghonosítója követte, aki apjához hasonlóan évtizedekig élt itt. Az államosítást követően önkormányzati szükséglakásokat alakítottak ki az épületben. Felújítására 2017-18-ban a Kraft projekt keretében került sor. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete itt helyezi el a Hankis archívumot, szakkönyvtárat és kutatói irodákat. A feltárás során az első emeleti egykori szalon mennyezetének megtisztításakor bibliai jelenetet ábrázoló barokk falfestést találtak a szakemberek. A palota a régi várfalig nyúlik, számos szobával, szalonnal, folyosókkal összekötött, több szárnyal rendelkező, impozáns épület. Az udvari szárny emeletén és földszintjén is árkádsor húzódik, az emeleten stukkódíszes boltozat látható. Az egész épület tömegén és kialakításán jól látszik, egykor főúri igényeknek kellett megfelelnie, új funkcióját úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen tudományos munkára.